Kiberben mai adásában ellátogatunk a magyar Counter-Strike GO válogatott edzőtáborába. Azt már megszokhattuk, hogy a hagyományos sportok világában mindig hatalmas érdeklődés követi a magyar válogatott felkészülését, és lassan elkezdhetünk ahhoz hozzászokni, hogy ez már az e-sport világában is így van. Beszélgetünk edzőkkel, játékosokkal, és megnézzük, hogyan is zajlik egy ilyen felkészülés. Folytatódik a média e-tabella, amelyben ezúttal a műsorban most debütáló Decsi Edit próbálja meg a virtuális labdával kidobni Flórát. És ha már világbajnokság, akkor elindult a labdarúgó világbajnokság is a hétvégén ebben a szokatlan időpontban, ezért a FIFA-ban megjelent egy ingyenesen elérhető kiegészítő. Nézzük meg együtt, hogy milyen a FIFA-ban világbajnokságot játszani. Ezen kívül végre egy kicsit több betekintést is kapunk a Hogwarts Legacy-be, vagyis a legjobban vált Harry Potter játékba, illetve 40 éves a Flight Simulator, jöhet is gyorsan egy pár érdekesség. Vágjunk is bele rögtön egy izgalmas bejelentéssel, ugyanis számomra az egyik legjobb előző generációs játék volt a Ghost of Tsushima, sőt bele is csúszott egy kicsit a PlayStation 5-ös generációba is, hiszen a teljes kiadását azt már PlayStation 5-ön is élvezhettük magasabb framerate-tel, és ha minden igaz, akkor most egy új játékot jelentettek be, ami nem más, mint a The Perceiver címre hallgató projekt, és egyébként hát úgy tudnánk egy picit összegezni a dolgot, hogy mintha a Sekiro-nak és a Ghost of Tsushima-nak lenne egy ilyen szerelem gyereke, és hát reméljük, hogy a Sekiro-tól nem örökölte azt a módot, mert az szerintem talán a legelvetemültebb Souls-like játék volt tényleg, amit valaha hátán hordott a föld. A kínai készítők egyébként egyelőre nem sok mindent árultak el a játékról, de az biztos, hogy ezt még csapnak majd össze egy káosz szélére sodródott fantázia világban. A játékmenet során legkülönfélébb karakterekkel fogunk találkozni, és különféle maszkokat használva pörgős csatákban vehetünk részt, valamint titkokat vethetünk fel. Hát ugye tudjuk, hogy az ilyen maszkok azok a Ghost of Tsushima-ban is nagy szerepet játszottak, hát ott persze ott mondom, ott nem voltak különleges szuper képességek, csak ilyen misztikus adtak a történetnek. A lényeg az, hogy nagyon izgalmasok tűnik a The Perceiver, megjelenési dátum sajnos még nincsen, de ahogy ilyenkor szoktam mindig mondani, tényleg nagyon várjuk. Talán az egyik legjobban várt játék a február 10-ére csúszott Hogwarts Legacy. Tényleg mindenki várja, ez is egy olyan játék lesz, mint a FIFA, amivel olyanok is akarnak majd játszani, akik amúgy nem videójátékosok, de imádják a Harry Potter, tényleg hallottam már lányoktól, fiúktól, mindenkit, hogy nagyon szeretem vele játszani. És most kaptunk egy hosszabb videót, amit hát nem csak gameplay van benne, hanem emberek játszottak vele élőben. Karaktergenerálással kezdhetünk, és van lehetőségünk arcformára, bőrszínre, hajviseletre, bőrhibákra, sérülésekre, tényleg mindenre. És fontosnak tartották elmondani, hogy a demonstráció elején a Hugrabug hálókörletet láthatjuk, ezt ugye Harry Potter rengók talán rögtön felismerik, és a közös szoba, ami ugye Rowling írásai alapján nyert el alakját, és a párbeszéd rendszerbe is beláthatunk, a dialógusok ugye előre felkínált válasz lehetőségekből tudunk választani, ahogy ez ilyen RPG-kben lenni szokott. Tényleg még én is, pedig én azért többször el szoktam mondani, hogy én azért nem tartom a világ szép irodalom égkövének a Harry Pottert, ettől függetlenül elismerem, hogy mennyire sikeres műről van szó, meg tényleg én is láttam a filmeket, de ezt a játékot még én is nagyon várom. Nemrégiben számoltunk mi is arról be, hogy a Sims 5, az Project René címen fut jelenleg, és hát nem lenne szabad ugye posztolgatni ebből a játékból, hiszen olyan fázisban van, de ha minden igaz, akkor egy fejlesztő, vagy nem is tudjuk, hogy ki, az elkezdett posztolgatni, és itt lehet is látni most a bejátszóban, hogy mindenféle képek jelentek meg, úgyhogy láthatjuk, hogy milyenek lesznek a lakások. És hát azt lehet látni talán tényleg azzal ellentétben, amit korábban megszokottunk, hogy elég zsúfoltnak tűnnek a szobák, de nem vagyok én a Sims szakértő, úgyhogy ebben nem akarok különösebben belemenni, de gondolom, aki már ezer éve nyúzza az előző részeket, és nagyon várja az újat, az már ettől a pár képtől is rögtön izgalomba jött, úgyhogy hát semmit nem tudunk, ugye megjelenési dátum, stb., de az biztos, hogy készül a játék, úgyhogy ebben reménykedhetünk. Lola készül, mert lesz új Sims. Úgy az egyik kedvenc játékom a Microsoft Flight Simulator sorozat, hogy én soha nem szoktam vele játszani, ugyanis tőlem távol áll, meg én nem tudnék órákat rászállni, hogy elrepüljek A-ból B-be, de maga az egész, amit ők létrehoztak ott, hogy tényleg már-már szinte gyakorolni lehet benne a repülést, az egészen fantasztikus, meg olyan adatbázis van benne, akár a területeket nézve, akár a gépeket nézve, egészen hihetetlen. És most 40 éves lesz a sorozat,
és ennek hatására rengeteg érdekességet kapnak a játékosok a legújabb Flight Simulatorben. Egy masszív frissítésben Airbus A310-et, két helikopter és 14 leszállópályát, két vitorlázó repülőt, 15 dedikált repteret, 7 híres gép a múltból, köztük például a Howard Hugh által épített Hugh H4 Hercules, vagyis a Spruce Goose, illetve 4 klasszikus kereskedelmi reptér, valamint 24 klasszikus követés is bekerül a korábbi részekből, de ezen kívül bekerült, képzeljétek el, a Microsoft Flight Simulator 1 1982-ből, a Simulator 2 84-ből, a 388-ból és a 489-ből is, és ráadásul ez egy nagyon érdekes módon elérhető, nem csak az van, hogy egy menüben előhívhatjuk ezeket, és akkor ott egy picit pötyöketünk, hanem be kell ülni egy Diamond DA-62-es pilóta fülkéjébe, a kis kijelzőn lehet ezeket játszani, itt mindenféle módokon kell előcsalni. Bár azt gondolom, hogy senki nem fog órákig játszani ilyen kis egérmoziban ott a pilóta fülkében ülve, de minden esetre egy szuper tisztelgés, és ha már említett tartalmak legyütt, pedig tényleg nagyszerűen sikeredett a 40 éves évforduló. Ezek voltak erre a hét a legérdekesebb hírek, és mindenképp nézzétek meg a Hogwarts videót, ha más nem is, hiszen rengeteg apróságot lehet felfedezni még a játékmenetben, mi pedig jövő héten jövünk a legújabb hírekkel. A Gamerlandben vagyunk, a magyar válogatott Cségó csapat felkészülésén. Egy 4 napos intenzív felkészülés veszi kezdetét a mai napon, a csapattal és az edzővel, Gabessonnal. Lesznek csapatépítő programok, lesz maga a felkészülés, azaz a taxok, a taktikák megbeszélése és maga a gyakorlás. Balira készülünk az ISF rendezésében a világbajnokságra, melyre Magyarország is idén kijutott. Csével én a testvéreim által ismerkedtem meg, ők nagyon sokat játszottak igazából, amíg az 1.6-tal, és akkor így szép lassan becsatlakoztam, mert közöttünk van 9 évkor különbség, és én voltam a kicsi, aki csak így leste őket, hogy hogy játszottak, és tetszett, nagyon elragadott, és akkor 1.6-ról mentem át Source-ra. Én az 1.6-tal kezdtem, és szerintem olyan 8-9 éves koromban találkozhattam vele, egy ismerősöm mutatta. Legelőször még az Counter-Strike 1.6-tal játszottam, tényleg nagyon fiatal voltam, emlékszem anyukámnak a laptopján játszottam, amit később megkaptam tőle, és tényleg nagyon sokat játszottam 1.6-tal. Szerintem az még akkor lehetett ilyen 7-8 éves lettem, körülbelül tényleg nem emlékszem. Az akkori kódnak a részével játszottam, 1.6-tal egyáltalán nem foglalkoztam, és akkor jött be újdonságként a Global Offensive, ami így az akkori kódos ismerősök hatására vált úgy, hogy szeretnék ezzel játszani, már láttam róla egy-két videót, és az alapján, és így kezdtem el a Cségóval foglalkozni. Gimis koromban jöttem így nagyjából rá, hogy így a közeli barátoktól már lehet, hogy kicsit komolyabban veszem, meg jobb vagyok. Nagyon furcsa, mert tényleg nem számítottam egyáltalán arra, hogy én ezt így ilyen komoly szinten fogom csinálni, szóval jó érzés az országot képviselni, akár bármiben. Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, szóval, hogy ilyen hirtelen érzés itt nem ér téged, mert minden napról napra fejlődik az ember. És nem tudnék ilyen konkrét érzést mondani, hogy amikor én azt éreztem, hogy na majd most lesz az. Viszont voltak szép emlékeim, és voltak ezek a versenyek, amiken éreztem azt, hogy egyre jobb vagyok, és talán meg tudnám állni a helyemet egy jobb szinten, és akkor így szépen lassan felgrindoltam magam. Nehéz szavakba önteni ezt az érzést igazából, mivel úgy kezdődött, hogy csak játszogattam, élveztem, el voltam a barátaimmal, aztán egy idő után így kezdett egyre komolyabb lenni ez a dolog, és érzékeltem azt, hogy jobb vagyok. Ezáltal így elkezdtem egyre komolyabban venni a dolgot, és mindig egyre jobb akartam lenni. És a végén odáig jutottam, hogy versenyszerűen játszottam. Tehát egy idő után csak arra kaptam magamat, hogy már versenyekre nevezek a barátaimmal. Akkor ugye még egy kicsit komolytalanabb csapataim voltak, mivel csak így barátaimmal összeültünk öten, és úgy játszottunk. Eleinte ugye nyilván csak hobbiként foglalkoztam vele, suli után leültünk a többiekkel, haverokkal, szinte csak játszottunk, és akkor kezdtek el ilyen versenyek lenni, ilyen online kapok, akkor kezdtem igazából azt érezni, hogy így egy kicsit komolyabban érdemes vele foglalkozni. Majd ezután ugye jöttek be a különböző magyar ligák, amikben igazából így bárki megmutathatta a tudását így a magyar szín felé.
Gubit szájtról, a bomba a kezében van, be kell érkezni a lerakóra, érkezek a flashek, bejutott viszont, templomot el is tudja foglalni. Az elején ugye a családom is, illetve a barátom is csak hobbiként fogta fel, hiszen délután, súly után, szabadidőben abszolút hétvégéken volt a játék. Viszont amikor már volt egy szerződés, most így, hogy jött a válogatottság, nyilván mindenki átmérlegelte ezt az adott szituációt, és teljesen máshogy állnak ők is ehhez az egész dologhoz. Mindig támogattak engem, hál' Istennek, és mindig mondták, hogy csináljam. Nyilván voltak rosszabb időszakok is, de amikor megkeresett engem az első szervezet, amikor így komolyabb lett a dolog, akkor kezdték el ők is elhinni, hogy ez tényleg létezik, és nem valami hülyeség az egész. Eleinte még nem is igazán mertem úgymond elmondani neki, hogy én tényleg ezt szeretném csinálni. Mert kicsit szégyeltem is, meg féltem, hogy fog rá reagálni, de aztán idő után, ahogy egyre jobb lettem benne, úgy kicsit több bátorságot kaptam, hogy mégiscsak beszéljek erről, és igazából tényleg, amikor elmondtam neki, már onnantól kezdve támogatott benne. A Vaják egy videójáték kompetencia felmérés tulajdonképpen, ahol azt mérjük fel, hogy az emberek különböző videójáték kompetenciában hogyan teljesítenének, ezáltal azt is megnézhetjük, hogy milyen e-sportolók lehetnek. Például nagyon fontos, hogy a szem és kéz koordináció természetesen sokkal jobb már, ugyanis valószínűsítetőleg sokkal többet játszottak ezekkel a játékokkal, valamint különböző e-sportolók különböző kompetenciákban emelkednek ki, például a lolosok inkább a multitaskingban, míg a FPS játékosok leginkább ebben a szem és kéz koordinációban, akár reakcióidőben, mint az előbb említettem. Szerintem azért jó a bootcamp, mert személyesen ott tudunk találkozni egymással, és ilyenkor szerintem mindenki egy kicsit a másik oldalát is meg tudja mutatni, és jobban össze lehet kötődni, vagyis egy jobb kapcsolatokat lehet építeni. Én személy szerint sokkal jobban szeretek így felkészülni bármire is, sokkal hasznosabban lehet az időt tölteni. Taktikákat beszéljük át pontosan, mert meg egy kicsit jobban így egymást így megismerjük. Élőben mutatja ki az ember az igazi arcát, és nem az interneten. Az interneten mindenki egy kicsit mást mutat, mint élőben. És ilyenkor meg tudjuk face-to-face beszélni a problémáinkat, illetve a támogató jelleggel tudunk egymáshoz szólni, és sokkal komolyabban tudjuk egymást venni. A csapat egy kicsit összekovácsolódik az együtt eltöltött idő alatt. Ezen felül még, hogyha ugye nem csak játszunk, hanem vannak például csapatépítő programok is, akkor azok is egy kicsit jobban összeforagják a csapatot, illetve sok időnk van együtt gyakorolni. Mindenki teljes erejével azon van, hogy a maximálisat adja a felkészüléshez, és hogy ezáltal minél jobb felkészülést érhessünk el. Én úgy gondolom, hogy inkább egyébként a nyers erő, tehát ez a raw skill angolul, ebben vagyunk erősek, tehát ilyen szemkész koordináció, reflex és egyebek, szerintem ez az, ami meg az egyéni teljesítmény, de szerintem ez egyébként alapvetően jellemző minden válogatottra, mert itt nincsen belerakva a fél éves, egy éves közös munka, ami egyébként a taktikai oldalát tudja ugye felhúzni, meg csiszolni a csapatnak. Tehát én szerintem ez alapvetően jellemző minden válogatottra, amit most elmondtam. Mivel még az összes csapatot nem tudom, hogy ki kellen játszunk, így nagyon pontos elképzelésem nincs, de én mindenképpen szeretnék, hogy a legjobb ötbe bekerülni. Jól tudunk lőni, tehát skillben ott vagyunk, illetve a taktikáinkkal szerintem ezt még alátámasztjuk annyira, hogy egy jó eredményt tudjunk elérni. Balin először leszek egyébként, egy gyönyörű szép hely, azt láttuk, egy nagyon jó szállodában leszünk, jó környezetben lesz a verseny, egyébként ez is már maga megéri az egészet. De hogy a versenyről is szó essen, szeretnénk a mainstage-re bejutni, az azt hiszem 8 csapat lesz ott, már 4 már bent is van. Ez az elvárás, és reménykedünk. Ami nagyon érdekes számomra az igazából az, hogy a mostani időszakban a Cségó leginkább a taktika felé vette az irányvonalat. A megfelelő kommunikáció, a megfelelő support támogatás, akár flash-ekkel, smoke-okkal, bármivel többet ér jelenleg, mint az adott skill, hiszen valaki lehet, hogy skillbe erős, de ha úgy van egy support player egy csapatban, aki egy extrát tud előhúzni, az abszolút meg tudja letni azt a fragörös játékost, és onnantól nincs esély igazából.
Sziasztok, ez itt a Stickbolt Bajnokság következő fordulója, és itt van velem két gyönyörű szép hölgy a mai napon, Edith és Flóra. Egy kicsit hozzád fordulnék, te még nem is voltál a műsorban most, hogy először megkérdezném, hát az a kérdés kihagyhatatlan itt, hogy te szoktál játszani egyáltalán videójátékokkal? Nem. Köszönjük szépen, nem. Egy hosszú adás ez. Nem szoktam játszani, nagyon régen játszottam a Raymannel. Az nagyon jó. Ilyen 4-5 éve, illetve gyerekként volt nem Nintendom, hanem Game Boy-om. Tehát bárkit hozol ide, nekem, ellenfélnek, mindig én maradok az esélytelen. Tehát én ezt már megszoktam, tehát tavaly is ugye Dórival sikerült egy nagyon nem fair küzdelemben ugyan, de adnom, úgyhogy én most sem várok már. Ja, hát az nem volt, hogy fel kell ugrálni a pályákon, az nem fair, ugye az nem mentor, emlékszem, hogy nem tudtál felugrálni. Igen, meg úgy... Meg úgy sem. Meg zavaró volt, hogy itt vagy, ja, folyamat beszélt. Na, arra, hogy én mindig itt vagyok. Hát Dórinak a habzószárnya. Igen. Látod, egy olyan ember, aki... aki felesleg... Igen. Felesleges agressziót itt bele, nem? Igen, abszolút. Na, és kidobósodni szoktatok-e, vagy tehát iskolában mondjuk játszottatok-e kidobós, szerettétek-e annak idején az igazi kidobós? Nálunk általános iskolában minden tesi óra. Tényleg? Igen, abszolút. Na, hát akkor... abszolút. És jól ment? Hát azt nem mondanám. Most nem mondanám. Hát tudod, mindig így a bordás falról. Amennyire csak tudsz így mások mögé. Igen. És voltam úgy olyan, amikor utolsónak maradtam. Na, hát az, és akkor így azért nagyon izgultam, hogy át tudjam dobni a társaimnak. Előszeretettel mentem át, tudod, Partizánnak elsőként, hogy majd a végén mindenkit kiszórjak. Igen, hát azok nálunk csak a fiúk lehettek, képzeld. Na, az ki volt sajátítva. Választhatok akkor egy karaktert, ugye látom, hogy Debra már megvan, és akkor még Flórának kellő pedig Heidi lesz, hogyha jól látom, igen. Uh-huh. És akkor itt még egy X-et nyomunk, mert a Flóra fő joystick most. Na és akkor itt vannak már is a felek, ugye előtte játszottunk egy kis gyakorló mérkőzést, hogy mindenki tud mindent. Nem, abszolút nem. Várjál, elindultunk. Hogy tudom tőle megszerezni? Hogyha a nyomod a jobbra vaszt nyomod, és akkor na, és de meg el is lett találva. Jaj, és már, jaj, és vigyázzat. És én mindjárt. Jön a busz, vigyázzat, és közben, de felépült Flóra, úgyhogy most megint nem esett ki, mert ugye... Igen, de sikerült kidobni. Debra, a kegyetlen. Ez teljesen esélytelen volt. Imádom Debrát! Debra vezet 1-0-ra. Egy életmentő. De csalt bele a buszban, meg ilyen tippeket is tudok adni, és akkor hát... Nem, semmi. Csalt bele. Ja, értem. Ő neki mondta, hogy csaljon bele a buszba. De most miért nem vettem fel a labdát? Nem, mert mellé vetődtél. Le tudom adni? Oda tudom neki adni? Nem. Csak hogyha mellé célzol esetleg, akkor, hogyha így eldobod a semmibe, akkor utána vigyázzatok, jön a busz! Jaj, vigyázz Debra. Jó. És meg... Hát akartam adni. Hát ez... most eldobom, vedd fel te. Jaj. De hogy? Menj oda! Nem tudok ki. Ja, nem érzed térbe, hogy van, ugye? Nem. Jön a busz! Na most dobd ki Flórát, illetve Debrát, bocsánat, próbáld ki Debrát. Lebontottad a padot! Így van, ez egy köszönhet rongálás, cserbeásos gázolás, kicsit minden. Nyújtottam. De úgy látom, hogy Edithnek egyébként úgy megy, úgy ő érzi térbe. Hát ő érzi. Ó, és én. És jaj, nem. Tessék, látod Flóra? 1-1. Lát, ügyes vagy Flóra, szép volt. Úgy kell játszani saját hibámban. Igen, 1-1. Ja, aktív akartam lenni. Na figyelj, tehát most már a becsületpont megvan. Igen. Jó, azt most már lehet játszani. Már... Oda néz! Na, hopp, és verekedés alakult ki. De olyan figurákat nyom, amiket én nem is értek. Lehet, hogy rájöttünk, hogy... Ő ilyen piruetteket tol. Lehet, hogy rájöttünk, hogy egy ilyen szuperkentség, egy e-sportoló az edit. Menjen a... Van ez a műsor, tudjátok, ez a menjen a busz. Hopp, na, és át sajnos még egyszer, igen. De ilyenkor esélyed lenne rávetődni. Hát jó. Köszi. Csak nem irányba vagyok. De... Oj, és úgyis, egy mesterlő ilyen rész. Ilyen Rambó módjára. Igen, de gyakorlatilag egy perc alatt 40-szor el... Mondom, én csak az utolsóra haladok. Teljesen nem tudom, hogy hol vagyok. Hopp, jaj, és sajnos rossz irányba dobta el. 1-1 az állás továbbra is. Megőrülnek a hattyúk, a madarak, és Debra. És akkor már csak egy pont kell ahhoz Edithnek, hogy meglegyen ez a pálya. Nagyon aranyosan így ugrabugrálunk. Igen. Hopp! És egy kis rongálás. Itt maradok. Hát lát, eltűnt a pad, lebontottuk a padot. Jaj, vigyázzatok! Jaj, sajátomba! Ez az nálad van a labda, és most? Nagyon szép. Nem. Megint nálad van, gyerünk! De hogy? De nem tudom őt eltalálni. Mert gyors és fürge. Azt hittem erre ez nagyon emázi volt, ott egy jobbost vettek volna a hippik, akkor már szavaz Debra lenne.
Ez az, most ez az nálad van, gyerünk! De Debra erőszakot alkalmaz. Debra... Mi láttad, ha ugrottad? Fizika erőszakot alkalmaz. Fuss már! Jön a busz! Ajaj, gyere! És ez egy tömeges gázolás, gyakorlatilag döntetlen. Ha az érdekel titeket, akkor az első döntetlen, amióta forgatjuk ezt, hogy sikerült mindenket. Hát ilyet nem láttam. Nem. Jaj! Ez az, közben ott a hattyúk tavaly is van lent. Jaj, itt jöhet autó. Fuss innen. Jaj. Vigyázzatok, kedves gyerekek, amennyiben kidobósoztok, sosem az autótot. Jaj, ne! Heidi! A szemüveged elrepült, édesem. Ajaj, vedd fel neki, már nem kell. Úristen. Oda nézd! És kérem szépen, ez azt jelenti, hogy Debra, vagyis Edith megnyerte ezt a pályát, úgyhogy akkor megyünk a következő pályára. Hoppá! Most egy Debrához illő pálya következik, ugyanis a parton leszünk a beach-en, úgyhogy a fürdőruhás életmentő, te is fürdőruhával lettél, ugye Heidi is neki. Hát, a kis cuki. Ha jön a hullám, akkor mind a ketten beszédültök. Bizony, ez egy nehezítés. És hogyha pedig lesznek, mert hát mindegy is. A rákokat is kinyírtam. A rákok, hogyha rácsimpaszkodnak, akkor lassabban tudsz haladni. Erre érdemes figyelni. De az a baj, hogy én azt nem értem, hogy lehet elvenni a labdát. Tehát nekem az nem. A ravasz ugyanúgy. Tudom, de én minden nyomok. Hát fuss nekem. De te gyorsabb na, vagy. Na, mert tessék, most de jó. Hogy vagy gyorsabb? Hidd el, hogy nem gyorsabb. Ez csak úgy érzed. Jaj, beszédült Heidi! És rossz, erre rosszat szép. Mit vettem fel? A medúzát, azzal is dob meg nyugodtan, akkor is megszédül. A medúzá, és megint kidobta. 2-1 ezen a pályán. De én nyom, egyszer nyomtam már. Van. Egyszer. De bádom. Ez nagyon szomorú. Ez a legjobb, hogy táncol. És az igazság, hölgyeim és uraim, hogy gyakorlatilag egy pontra kerültünk attól, hogy Edith győztesen kerül. Jaj, hát a lelkesedésed fóra. Vedd el, próbáld. De az egy rák. Az is jó. Próbáljuk ki, hogy fuss nekem, és de a rákkal. De nem is bírom eldobni a rákot. De a rákot nem tud eldobni, az rácsimpaszik, le fog esni magától. A medúzát, ja. Most a medúzát vágd hozzá. Ez az, majdnem sikerült. Nem, hanem a lapot, gyere nekem, és nyomd a hátsó. Így, sikerült. Csak utána fel is kell venni. Igen. Jaj, megszédült, most ha kidobod gyorsan a Debrát, akkor... De hogyha helyedít, akkor is. Bocsánat. Pedig két rák volt rajtam. Na hát, hölgyeim és hölgyeim, hivatalosan ezt Edith megnyerte. Na hát akkor veled kezdem, Flóra, hogy tetszett ez a játék? Hát az a baj, hogy én nem vagyok erre rá állva egyáltalán. Tehát, hogy... Jó, és ott megcsúszunk a kalára? Egyrészt nem tudom a két kezemet egy időben mozgatni. Ez még közben a pályára is figyelni. Tehát, hogy nem, nekem ez abszolút ehhez nincsenek szkíjeim. Tehát most például ott volt mellettem a labda, és annyira jól elfutottam már. Igen, hogy... szóval, hogy térbe valahogy, mintha nem éreznéd, nem? Nem, abszolút nem. Jog le! Ez! Gyertek téged! Gyerünk! Szép halál! Lassít! Hogy örül! Igen. Na, hát kérem szépen, szerintem akkor legyen ez a becsület... Oda nézd, te mérges vagyok! Ez a becsületlelökés akkor, ez egy új fogalom, most látnám ki. Ez lenne az utolsó mozzanat ennek a mai napnak. Köszönöm, itt voltatok velünk. Ennyi volt akkor már ez az epizód, és legközelebb egy újabb páros jön majd hozzánk. Sziasztok! This is the kind of match every football fan looks forward to. A lot on the line and the likelihood of a tension-packed occasion. Stay tuned, we'll have all the action for you live here on EA TV. Ahogy megszokhattuk évek óta, szokás már, hogy a FIFA-hoz kijön mindig egy kis kiegészítő akkor, amikor valamilyen világverseny van, és most a 2022-es, szokatlan időpontban lévő Katari világbajnokság is megkapta a maga FIFA kiegészítőjét. Nézzük meg, hogy milyen lehetőséget kaptunk ebben a játékmódban. Azt el kell mondani természetesen, hogy ingyenes ez a kiegészítő, korábban különálló részekként jelentek meg az ilyen FIFA játékok, de hát mivel ezekben nincsen sok tartalom, nem igazán volt korrekt ezekért elkérni egy teljes játék árát, így most már szerencsére évek óta ingyen juthatunk hozzá.
Az alapmenüben kiválaszthatjuk, hogy most itt a Katari VB-vel szeretnénk játszani, és rögtön átalakul az egész menü hangulattól, zenék és mindenféle animációk kerülnek elő, amik majd visszaköszönnek valószínűleg a TV közvetítések közben is, tehát egy teljesen hivatalosan licenszelt élményt kapunk. Az egyik legfontosabb, hogy bekerültek azok a válogatottak is, amelyek nem jutottak ki a világbajnokságra, és ez nekünk különösen fontos, hiszen hát sajnos a magyarok 2022-ben nem jutottak ki a VB-re, de itt most a nem kvalifikált csapatok közül ki tudjuk választani a magyar válogatottat is, és még esetleg annyi adalékot hozzátennék, hogy itt láthatjuk valószínűleg utoljára a FIFA játékokban Szalai Ádámot, hiszen ő bejelentette a válogatottól való visszavonulást, úgyhogy ha vele szeretnénk még gólokat lőni a magyar válogatott színében világversenyen virtuálisan, akkor azt feltehetően ebben a játékban tudjuk utoljára. Természetesen itt van nekünk a sima kick-off menüpont, amiben sima meccseket játszhatunk bármelyik csapattal. Itt maximum annyi különlegességet tudunk elmondani, hogy lehet választani, hogy éppen melyik szakaszában szeretnénk meccset játszani a VB-nek, és adott esetben a döntőt is játszhatjuk. Hát meccs közben sok különbség egyébként nincsen, csak nyilván bevonuláskor ott van a trófea, illetve van egy-két megjegyzés a kommentátorok részéről, hogy ez most a döntő, illetve a végén animáció keretében ugye megkapja az a csapat a trófeát, aki nyert. A lényeg az, hogy itt szuper hangulatban, a VB-nek a stadionjaiban, tökéletes grafikai körítéssel, animációkkal és ilyen kis bevonuló kis filmekkel játszhatunk a különböző kedvenc csapatainkkal. Valószínűleg ez lesz a legnagyobb sláger havari körökben a következő hetekben. A legizgalmasabb menüpont aztán a FIFA World Cup Live, amit itt baloldalon láthatunk. Ahogy a neve is mutatja, élőben fogjuk majd követni a tornát, amikor majd elindul ténylegesen a valóságban. Itt lehet is látni, hogy a jobb oldali menüpont az nem is érhető el még tesztünk időpontjában, hiszen a VB még nem kezdődött el. És ennek a menüpontnak az a lényege, hogy a VB meccsét játszhatjuk le valós felállásokkal, hogy a valóságban is majd meg fog történni, és lényegében itt azt láthatjuk, hogy bal oldalon lokalizált játékot tudunk játszani a barátainkkal a saját gépünkön, vagy pedig a mesterséges intelligencia ellen, középen pedig az online quick play-ben a barátainkkal tudunk egy-egy meccset játszani, és itt lehet látni, hogy csináltak ilyen kis animációt is, mintha ilyen meccsjegyek lennének, és itt tudjuk kiválasztani, hogy melyik valós meccset szeretnénk lejátszani. A tornament módban egy kicsit szimulátorosabban tudjuk a kedvenc csapatunkat végigvezényelni. Egyébként itt is lehetőségünk van valamelyik nem kijutott csapatot berakni valamelyik tetszőleges csoportba, és akkor úgy játszani az egész VB-t. És itt annyi a különlegesség, hogy picit, mint egy ilyen menedzser módba, itt van lehetőségünk arra, hogy szimuláljuk is egyébként a meccseket, hogyha szeretnénk. Ezt folyamatosan is tudjuk váltogatni, tehát meccs közben is bármikor átváltatunk szimulációba, akkor felülről látjuk, hogy mi történik, és bármikor vissza is ugorhatunk a meccsbe, hogyha úgy érezzük. Szóval ez egy picit olyan, mint egy ilyen menedzser mód lenne. Nagyon jó szórakozás nyújt még az online tornament mód, ahol ha kiválasztottuk a csapatunkat, akkor random online összesorsó valamilyen ellenféllel. Én ezt szerettem a legjobban egyébként, hiszen ilyenkor bármikor, ha csak 10-15 percünk van, akkor is tudunk játszani egy meccset valaki ellen. Én magam nem szeretek nagyon játszani már a mesterséges intelligencia ellen, én ezt unalmasnak találom. Én azt szerettem, hogy emberi ellenfelet kapok. Itt végig kell játszani egy VB-t a kiesése szakasztól a kiválasztott csapatunkkal, és amennyiben ez nem sikerül, akkor kezdhetjük elő egy másikkal. Természetesen a futmódba is bekerültek mindenféle újabb kártyák, amik a VB-vel kapcsolatosak, például olyan fejlődő kártyák is, amik ugye, hogyha egy játékos egyet tovább jut a VB-n, akkor napról napra erősödik a kártyája, és ezek a különleges VB kártyák, ezek megmaradnak természetesen a világbajnokság után is, úgyhogy érdemes őket megszerezni, hogyha valaki szeretné. Szóval lényegében ennyi lenne a FIFA kiegészítő, a legfontosabbak a körítések, az animációk, a hangulat, a zene, amik teljesen megegyeznek a VB hivatalos kinézetével, és azt gondolom, hogyha van egy ilyen FIFA rajongó baráti körünk, akikkel szoktunk ilyen meccseket játszani, akkor mindenféleképp hangulatos lesz a világ bajnokság alatt, mondjuk a meccsek szünetében, hogyha összejöttünk egy kicsit nézni a meccseket, akkor lenyomni egy pár VB meccset a FIFA 23-ban is.